Bódi szerzi meg a lefejelt labdát. Ők ketten Vargával felelnek azért, plusz még Holman, hárman akkor inkább, hogy a középpályán minden rendben menjen. Holman lódul meg, Takács kapja a kiugratást, visszateszi középre, gólhelyzet és vezet Jovanovics góljával egy gyönyörű támadás után a Debrecen. 1-0! Hát ami szép, az szép valóban. Erre mondják, hogy korszerű futball, de tényleg három húzással ott voltak. Jó volt a kiugratás, jó volt a vetett labda, és jött az érkező ember. Ami talán érdekes, hogy volt egy védő Jovanovicson, aki ott fut be keresztbe. Igaz, a védő lemarad róla egy méterrel, és ez pont elég ahhoz, hogy Jovanovics befejezze. De dicsérjük meg természetesen Takácsot is, aki fantasztikus labdát adott középre. Lehetett látni, ahogy elindul befelé Jovanovics keresztbe, és nem követte őt le. Talán Egerszegi volt az.